Hosszú évek óta megszervezi a Magyar Máltai Szeretett szolgálat Kecskeméti Csoportja a kisasszony napi terményáldást együttműködve a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Kecskeméti Szervezetével, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Elnökségével és a Római Katolikus Főplébániával. A terményáldáshoz hasonló hagyományok olyan ritmust hoznak az életünkbe, amely nélkül az csak egy jó nagy káosz lenne, Fogalmazott az eseményen Rigóné Kis Éva, a kecskeméti máltai csoport vezetője. Az ünnepségen szemerei népat, Claudia Klaudia polgármester azt mondta, hogy egy kecskeméthez hasonló nagyvárosban sokszor elfelejtjük, hogy igenis meg kell állnunk egy pillanatra, és el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan is kerülnek az élelmiszerek az asztalunkra, mennyi fáradtsággal és munkával jár a megtermelésük. Azt pedig egyre kevésbé tudják és fogadják el egy ilyen nagyvárosban, hogy ennek a folyamatnak az útját a teremtő segíti. Az eseményen Gubán Gyula, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, a Magyarok Kenyere Program Kárpát-medencei magyarságot összefogó, összetartást erősítő szerepéről beszélt. Kovács László Zsolt, a NAK megyei alelnöke elmondta, hogy megyén gazdálkodói idén a tavalyi mennyiség dupláját adományozták. 59 gazda, mintegy 16.216 kg búzát ajánlott fel a rászorulók számára a programon keresztül. A beszédek után dr. Finta József római katolikus plébános, Kis János evangélikus igazgatólelkész és Fecák László görög katolikus parókus megáldották a terményeket. A megjelentek között jelképes élelmiszeradományt osztottak ki. A nagy templomban dr. Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsek szentmiséjével zárult az ünnepség.